Sziasztok, Andi vagyok, és üdvözlök veleteket egy újabb videóban, egy tech videóban. Soha nem mondta, hogy soha ugyanis. Kiejtettem azt a számon, hogy nem fogom megcsinálni az ősziteget, amire Borka hívott ki, mert hogy mindjárt nincs ősz. És tényleg én úgy érzem, hogy mindjárt tél van, de az jutott eszembe, hogy ha már megcsinálom az évvégi pánik teget, ami egyébként nem egy hosszú tag, akkor ide venném gyorsan az őszi kérdéseket, amúgy sincsen mindegyik kérdésre hosszú válaszom, de amire van, azt akkor megosztanám veletek, illetve megválaszolom Borkának, mert végül is ő szerette volna, hogyha kitöltöm ezt a... Azt hiszem ez a komfortos őszi tag. Lent hagyom majd a kérdéseket. Melyik könyv emlékeztet az őszre? Nekem nincs ilyen, én nagyon nem vagyok szezonális olvasó, úgyhogy amikor feltettem magamnak ezt a kérdést, próbáltam találni egy könyvet a fejemben, és nem sikerült. Melyik a kedvenc őszi könyvborítód? Ez is hasonló egyébként, így gondolkoztam, hogy talán egy ólomerdő valamelyik borító lehet, hogy olyan őszi, de teljesen őszintén. Annyira nem vagyok fejben szezonális, hogy ezekre egyszerűen nincsen válaszom, és most kereshetnék egy könyvborítót, de nem biztos, hogy rá tudom mondani olyan teljes szívvel, hogy ez őszi. De egyébként erre a szezonális dologra egy picit később vissza fogok térni. Melyik a kedvenc őszi italod, amit olvasáshoz iszol? Én egyébként nem szoktam így kifejezetten olvasás mellé inni vagy nasizni, ez inkább függetlenül szokott megtörténni, de téli időszakban egyértelműen több teát fogyasztok, mint nyári időszakban, de néha nyári időszakban is rám a teázhatnék, szóval ez is elég így random. Ha kellene mondanom egy kedvelt teát, amit lehet, hogy fejben kicsit kapcsolok az őszhöz, az bármilyen szilvás fahéjas tea, valamiért az nekem ilyen őszi talán, de nem biztos. Késő este vagy korán reggel szeretsz olvasni. Ez azért vicces, mert inkább késő este szeretek olvasni, reggel korán nagyon kevésszer fordul elő, hogy le tudok ülni egyből olvasni. Kell egy ilyen egy-másfél óra, amíg így magamhoz térek. Késő este viszont nem jellemző, hogy sokszor olvasok sokat, mert az az időszak az, amit a barátommal együtt szoktunk tölteni, mert napközben olyan unalmas dolgot kell csinálni, hogy dolgozni kell. Szóval egy picit mindig ilyen... kettős érzéseim vannak, amikor mondjuk van egy könyv, amit nagyon szeretek, és mondjuk szívem szerint még olvasnék belőle 200 oldalt aznap este, de az esti időszak az ilyen kapcsolati szent időszak, szóval olyankor filmezünk, játszunk, most éppen zeldázunk megint, szóval jellemzően se nem reggel olvasok, se nem este, és innentől kezdve felmerül a kérdés, hogy akkor mikor olvasok ennyit. Ez egy jó kérdés. Ötödik kérdés, jön a Halloween, melyik a kedvenc ijesztő könyved? Na itt megint az van, hogy én és az ijesztő, az egy ilyen nem létező párosítás, de amit tudok mondani, hogy ijesztő, és azt viszont imádom, az a Prey videójáték, amiből csináltam nektek egy gameplayt pár évvel ezelőtt, mert hogy az pont ilyen jumpscare-re alapozik, amikor hirtelen rádugranak az alienek egy elhagyatott űrállomáson, és azt valamiért zabálom, úgyhogy... Kéne már megint játszanom a Prey-jel. Szerintem, ha 8-szor nem vittem végig, akkor még egyszer sem. Hatodik kérdés, melyik az abszolút komfortkönyv számodra? Ide abszolút egy jó romantikust, bármelyik jó romantikusomat fel tudom hozni, illetve aki mindig eszembe jut, hogy komfort író, vagy komfort könyveket ír nekem, vagy amikor olvastam, az volt a legkomfortosabb dolog valaha, az nekem DJ Groom. Akár az égszínkék tenger, akár a teás, mindegy, hogy melyik. A harmadikat pedig lassan el kellene olvasnom. Melyik a kedvenc őszi nasid az olvasáshoz? Ezt ugye megválaszoltam, hogy nem nagyon van ilyen, de... Nemrég megint akciós volt az Aldiban a sós mandula, ami drága, még akciósan is, de a sós mandulát imádjuk. Úgyhogy ha legközelebb is akciós, akkor venni fogok és vegyetek is. Melyik a kedvenc őszi gyertyád, amit olvasáshoz égetsz? Az ősz a megyében a kedvenc gyertyám, ami nincs, és rettegve várom, hogy a következő rendelésnél tudok-e rendelni, mert ha lehet, akkor az ősz a megyéből, gyertyából kettőt fogok rendelni. Onnan tudom, hogy jó, mert illatviasz mintát égettem, és nagyon-nagyon tetszik. Illetve a Hello Autumn a nagy kedvencem egyébként az őszi gyertyák közül. Róla van szó. Valamiért remeg a kezem. Kardamommal fűszerezett sütőtökös pite. 9. kérdés, amikor nem olvasol, mi a kedvenc őszi tevékenységed? Na, itt akarok egy kicsit beszélni a szezonálisságról, ami az én életemből hiányzik, és egy ideje már így forgatgatom ezt a gondolatot a fejembe, főleg Avilda tehet erről,
akinél először szembesültem valahogy test közelből azzal, hogy úgy készül részben a szezonális időszakokra, hogy olyankor más dolgot rak ki a könyves polcára, mint dísz, meg valahogy lehet, hogy pont akkor beszélgettünk egyszer aktívan, főleg a barátságunk elején, amikor valami szezon jött, meg tudom, hogy ő volt az, aki egyszer így mondta, hogy ah, én ilyen könyveket csak ősszel olvasok, és akkor így néztem rá, hogy mi az, hogy valamilyen könyvet csak bizonyos időszakban olvasol. És így az ette be a fejembe magát, mint gondolat, hogy a szezonáliság is ad egyfajta rutint. És szokták mondani, vagy ajánlani, vagy ez az egyik legunalmasabb tanács, amit valaha kaptam arra nézve, hogy mondjuk nehezebb időszakban vagy, vagy mondjuk szétfolynak a gondolataid, vagy da-da-da-da-da, hogy jó a napi rutin, mert segít abban, hogy a fejed ne olyan dolgokon fusson, amiket be lehet rakni rutinba, ami ad egyfajta megnyugvást, hogy tudod, hogy ez jön, ez jön, ez jön, ez jön. És nekem ilyen szempontból azt gondolom, hogy kell ezen dolgoznom, mert most már látom, vagyis inkább úgy mondanám, hogy volt valami olyan tapasztalatom, ami ezt hozta elő a fejembe, hogy bakker, ez tényleg működik, és valahogy nekem is muszáj lenne a saját életvitelemre valamit megoldani, mert onnantól kezdve, hogy nem tudom alkalmazni a szokásos napi rutint, amit ajánlanak, de valamilyen rutint mindenképp keresnem kell. És az jutott eszembe most itt a szezonálisággal, hogy az is ad egyfajta rutint, hogy egy évbe hogy mész bele. És én is érzem, hogy kicsit szétfolynak az éveim. Szóval ezt a szezonáliságot már egy picit így emészgetem magamba, hogy erre én is szeretnék egy kicsit ráállni fejben. Ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve lesznek szezonális dolgaim, meg ilyesmi, de látom benne azt a pluszt, amit eddig nem láttam, úgyhogy lehet, hogy majd elindulok erre az irányra, de jelenleg egyébként nincs olyan tevékenység, amit csak ősszel végzek. Vagy ha van, akkor fogalmam sincs róla. A 10. kérdés ebben a tagben, a melyik könyvek vannak az őszi olvasási listádon, egy olyan kérdés, amire az évvégi pánik tag kérdéseivel fogok válaszolni. Egyébként nem volt kifejezetten őszi olvasási listám, mint ahogy erről a szezonális dologról most itt nyilatkoztam. Úgyhogy Borka, ezek lennének az én válaszaim, ha pedig ti nem láttátok még Borka videóját, találtok egy linket a leírásban. Nézzük akkor az évvégi pánik teget. Ezt most már szinte hagyományból töltöm ki minden évben, szeretem, hogy ez a tag létezik, mindig egy kicsit segít rákészülni az év végére, és milyen jó, hogy nem csináltam novemberi TBR-t kifejezetten külön, mert ezzel a taggel együtt lehet, hogy decemberi TBR sem lesz, mert hogy a tagnek tök sok kérdése arra vonatkozik, hogy még mit vársz ebben az évben, és hát ebben az évben maradt egy fél november, meg egy december, szóval eléggé a végén vagyunk a dolgoknak. Az első kérdésre csodálatosan az a válaszom, hogy nincsenek ilyenek, mik azok a könyvek, amiket még idén szeretnék befejezni. Ugye ez a kérdés arra vonatkozik, hogyha évközben van egy-egy olyan könyv, amit mondjuk így olvasol, de nem haladsz vele, és mondjuk több hónapja van így az olvasom listádon, akkor ugye itt ezeket kell megemlíteni. De én tavaly óta, mert hogy a tavalyi tag videómat lecsekkoltam, és tavaly is ezt mondtam a videóban, hogy nincsenek elmaradásaim, tényleg ráálltam arra, hogy ami nem megy, azt félbehagyom. Úgyhogy jelenleg egyetlen könyvet olvasok aktívan, ez pedig a Burak Stefani Meyertől, és amikor ezt befejezem, akkor kezdem a következőt, és akkor azt befejezem, akkor azt is a következőt, és hogyha valamit félbehagyok, akkor ezt keményen félbehagyom. Második kérdés tökre kapcsolódik az őszitekhez. Mondj egy szezonális olvasmányt, amivel készülsz így az év végére, attól függően, hogy mikor töltöm ki ezt a teget, itt vagy őszi, vagy téli, vagy ez az őszi-téli átmenet. Erre vonatkozik ez a kérdés. És kivételesen van ide egy címem, mégpedig azért, mert a Kossuth kiadónál jön egy olyan romantikus, ami érdekel, tökre megörültem, hogy kiadják november végi megjelenéssel a Lovelight Farm, azaz téli csodaország, és ez egy a nevéből adódóan téli romantikus lesz, úgyhogy ettől a könyvtől várom egy kicsit azt, hogy decemberben, amikor olvasni tervezem, akkor picit ebbe a téli időszakba becsusszanunk ezzel a könyvvel. Ez se hiszem, volt egy szezonális válaszom. A harmadik kérdése a tegnek az az, hogy mik azok az új megjelenések, amiket még nagyon várok. Először azt hittem, hogy csak egyet tudok ide mondani, de kiderült, hogy több megjelenés van, amit várok. De amit abszolút a legjobban várok, az Bessenyei Gábornak az új könyve, a Kopj le, jó fiú, amihez még ezen a ponton nincs borító. Az ő könyvét nagyon várom, olvastam már a könyv első pár fejezetét, meséltem is róla nektek, és szerintem ez egy atomjó olvasás lesz. Mert mondhatjuk azt, hogy amit eddig nagyon szerettem Gábor regényeiben, mind az első csókban, mind a tested és lelkemben, a fiú tini randizni akaró szemszög,
gyakorlatilag ennek a könyvnek ez lett a fő témája, tehát én ezt várom, hogy amikor majd elolvasom ezt a regényt egészében, akkor is ezt fogom érezni, hogy na, Gábor írt egy olyan regényt az első két könyve után, amit olvastam, amiből megragadta azt, amit a legjobban szerettem, szóval én ezt várom nagyon. De készülőben van a Becky Chambers sorozatnak a második része magyarul, és már van borítónk, úgyhogy ezt ide ki is fogom dobni. Ennek végtelenül nagyon örülök, az meg, hogy én még miért nem olvastam a Becky Chambers köteteket. Miközben ott vannak a polcaimon. Arról ne beszéljünk. A megjelenésnek nagyon örülök. Örüljetek ti is! És van még két képregény, akik igazából összetartoznak. Az Átváltozások 1 és 2, ezekhez is van már borító, ha minden igaz. Ezekhez is vannak már borítók. Jaj, de jó a magyar nyelv. Szóval, hogy a Cicero könyvstúdiónál volt egy képregényes pályázat, és ennek a nyert, nem, en... Úristen, szóval, hogy a pályázatra beérkezett művek közül nyertes... Nem. Volt egy pályázat. Érkeztek be pályázó művek, és akiknek sikeres volt ez a pályázat, azoknak a képregényei kerülnek bele ebbe a válogatásba, és ez egy magyar szerzős válogatás lesz, szóval nagyon érdekel, hogy milyen képregények születtek erre a pályázatra magyar képregény rajzolóktól, és nem tudom, hogy ezt miért nem tudtam jobban megfogalmazni. Szóval Átváltozások 1 és 2, ezt még nagyon várom idén. Következő kérdés, könyvek, amiket még idén szeretnék elolvasni, ugye ez is TBR-ra vonatkozó kérdés. Ugye már említettem előbb a Téli Csodaországot, mint egy szezonális romantikus terv, ami nyilván erre az időszakra jön. Említettem Gábornak az új könyvét, a Kópile Jófiút, mert azt is nyilván megjelenés után egyből szeretném elolvasni, vagy még majd előtte. Ki tudja, nem tudjuk. Itt van még nekem az X-Hex, a Csiribú szerelem, ami szintén egy romantikus, amit szeretnék most elolvasni, ezt is a Kossuth kiadó hozza ki, és per tőlük várom recenzióba, úgyhogy ez még vár rám idén a Téli Csodaország mellé, és nagyon szépen összeillenek ezek a borítók, szép zöldek, szeretem a zöldet. Aztán, hogy ezen kívül mi az, amit még idén szeretnék elolvasni, az egy jó nagy kérdőjel bennem is, de egyre inkább érzem, hogy azt a romantikust is szeretném elolvasni most már végre, amit két hónapja tolok magam előtt. Ezt már az előző videóban is mutattam, úgyhogy most is megmutatom. Még mindig az a címe, hogy Two Wrongs Make a Right, egy fake dating kötet. Illetve romantikusokra vágyok most leginkább, úgy érzem, úgyhogy azok nagyobb valószínűséggel fognak megtörténni. Illetve a következő kérdésre fogok mondani még egy könyvet, amit nyilván akkor fogok tudni hozni arra a kérdésre, ha szintén elolvasom idén. Ugyanis a következő kérdés az arra vonatkozik, hogy mi az a könyv, ami még idén meglephet, főleg olyan felütéssel, hogy akár top listára is bekerülhet, és ide egyrészt az emlegetett Besenyei Gábor könyv ide is felirandó, hogy a Kopile Jófiú, ha olyan jó lesz, mint amilyen az eleje volt, amit olvastam, akkor az egyértelműen top listás lesz, de akinek mindig van esélye top listára kerülni, és van nálam egy könyve, az egy TJ Klung kötet, a Bábuk élete, nem értem igazából, hogy miért nem jutottam el eddig a kötetig, eddig. Miért nem jutottam el eddig a könyvig? Eddig? Igen, ez két külön hatály. Na mindegy, szóval, hogy ugye ez megjelent magyarul október legelején, amikor a könyvfest volt, és nekem azóta van példányom, és itt vagyunk november közepén, és végül csak másfél hónap telt el azóta, de egy picit furcsálom, hogy van egy TJ Klunom, amit még nem olvastam, és TJ Klunnak mindig van esélye mindenre, úgyhogy. És a teg utolsó kérdése. Mesélnél a jövő évi terveidről, hogyha vannak, egyébként vannak, mármint elkezdtem már írni, van egy kis határidő naplóm, aminek az egyik hátsó jegyzet oldalán elkezdtem írogatni, hogy mit szeretnék 2024-től. Részben azért kezdtem el írogatni, mert mindig azt érzem, hogy minden szétfolyik, és próbálom egy picit keretek közé rakni a dolgokat. És itt van felírva egy olyan tiszta vágy, ami mostanában alakult ki a kis lelkemben, és nem fog benneteket meglepni, amikor azt mondom, hogy szeretnék több olyan könyvet olvasni, hát ha nem is jövőre, de hogy így akár mostantól, de jövőre is nyilván, mert most 24-ről lehet beszélni. Mindegy, szóval szeretnék minél több olyan könyvet olvasni, amik keleten játszódnak, vagy keleti szerzők művei. És akkor végre talán elolvasom a Tsushi Liunak a harmadik részét és a Halál végét, amit idén eddig nem sikerült. Szóval szeretnék jobban fókuszálni keletre, nem csak Japánra, Kínára, hanem akár több olyan országra ebben a régióban, amikről szeretnék többet tudni, mert érdekel a kultúrájuk,
nem csak Yangnam miatt nyilván. Illetve ezen túl pedig szeretnék romantikusokat, minél jobbakat találni, mert idén is olvastam csapnivaló romantikusokat, már elkezdtem a toplistáimat gyűjteni, a pozitív és a negatív toplistámat, és egyrészt végtelenül szomorú vagyok, hogy a negatív toplistámra majdnem kétszer annyi könyvet pakoltam fel, mint a pozitív toplistámra, és a negatív toplistáról idén csak annyit tudok elmondani így előre, hogy ugyanúgy tele van romantikusokkal, mint tavaly, csak kevesebb recenziós romantikus van ezen a listán, ami annyit tesz, hogy magamtól is tudok ugyanolyan jól beleválasztani romantikusokba, amik nem tetszenek, mint amikor kiadói kínálatból választok magamnak romantikusokat, szóval csodálatos, ezzel sem értünk el semmit idén, no mindegy, tehát romantikusokat szeretnék még olvasni, és azon belül is van egy-két ilyen nagyon furcsácska kategória, így a külföldi piacon, ha engem kérdeztek, például nagyon megy ez a why choose romantikus kategória, ami arról szól, amikor a főszereplőnek úgymond nem kell választania a love interestek közül, és ez nem tudom, ez hogy lehet megvalósításban, mert hogy ez nem feltétlenül arról szól, amikor mondjuk valaki nyitott kapcsolatban él, bár lehet, hogy valami olyasmi lesz, de hogy feljött ez a kategória, hogy why choose, és ezt így dobálják a külföldi romantikus booktuberek, legalább egyet akarok olvasni, hogy megtudjam, hogy ez milyen. Úgyhogy, ha van köztetek valaki, aki már olvasott Why Choose regényeket, vagy olvasott egy jó Why Choose regényt, az szóljon már nekem, mert akkor megnézem. Mert jelenleg csak egy van a listámon, amin gondolkoztam, felírtam hónapokkal ezelőtt, és még nem olvastam el. Szóval vannak ilyen furcsa gondolataim, hogy na, egy olyat kéne olvasni pusztán érdeklődésből. Fú, meg fake datinget, meg second chance-t, második esélyt, azokat szeretnék még nagyon-nagyon sokat, sokat. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ez lett volna a két tag összevonva, azért is mondtam össze egyébként őket, mert nem akartam egymás után két taget megcsinálni és kirakni az internetre, úgyhogy ezért került egybe ez a két tag, de az évvégi pánikteknek tényleg nem sok, mindig csak 6 kérdés, a másik meg 10 volt, szóval no, köszönöm szépen, hogyha megnéztetek ezt a videót, bármi kérdés, komment van, ide lent várom, meg az egyéb helyeken, szokásos, mit mondjak még nektek? A szezonalitásra térünk vissza egy kicsit, és egy ilyen kérdéssel hagynálok itt most benneteket, hogy van-e valami olyan szezonális hobbitok, vagy valami olyan tevékenységetek, amit kifejezetten ebben az őszi-téli időszakban csináltok, mert akkor kíváncsi lennék, hát ha tudok inspirálódni egy kicsit. Legyetek jók, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok! Őt egyébként pontosan azért vásároltam, hogy legyen valami cuki szezonális dolgom, és nézzétek meg, ő sem pánikol.